Van-e valami lehetetlen az Úr számára? Az időskorú Ábrahám és Sára azt az ígéretet kapták az Úrtól, hogy gyermekkel ajándékozza meg őket. Amikor ezt a kijelentést értelmükkel megvizsgálták és alaposan átgondolták, lehetetlennek tűnt, hogy ez valóra válhat. Az egyik lelkész a templom előtt megkérték a hívek egy asszályos évben, hogy imádkozzon esőért. Amikor ezt hallotta a mellette álló segédlelkész, azt mondta, főnök, hát imádkozni akar esőért. Ugyan, ne blamáltassa már magát, hát nincs is az égen egy felhő sem. Az értelem másképp válaszol a problémákra, mint a hit. A lelkipásztornak volt élő hite, és imádságát meghallgatva az Úr esőt adott. Ha az önmegvalósítást tűzzük ki célul, nehéz dologba fogunk. Hagyjuk, hogy az Úr saját terveit, ígéreteit valósítsa meg életünkben. Ami nekem lehetetlen, az az Úrnak lehetséges. Hiszek, Uram, légy segítségül, mert kevés a hitem.